Az első programból több fiatalt is alkalmaztak már a megyei tanácsnál, miután sikeresen versenyvizsgáztak a meghirdetett kezdőállásokra. A harmadik kiírást azért hirdették meg, mert az előző gyakornokok közül többen munkahelyet találtak. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke köszöntötte a fiatalokat az első munkanapon, sok sikert és jó munkát kívánt az új kollégáknak. Öt fiatal most itt kezdi el a szakmai karrierjét, és ez a korábbi két rend gyakornok csapat után ez a harmadik, és hiszem azt, hogy ez a több tíz fiatal, aki Hargita megyébe hazajöve itt bevizsgázott a megyei tanácshoz és fizetett gyakornokságban vehet részt, az Hargita megyében nem a minimál béresek munkatáborát fogja majd erősíteni, hanem az itt megszerzett tudással, kapcsolatrendszerrel, tapasztalattal a munkaerőpiac értékes tagjává válhat, akár a megyei tanács intézményrendszerében, akár a magánszférában, akár más intézményeknél, és büszkék vagyunk arra, hogy igenis a fiataljaink haza kívánnak jönni, itthon akarnak munkát vállalni, és természetesen nekünk kötelességünk, hogy ebben őket segítsük. Szőcs Mátyás István, a Humán Erőforrás és Kommunikációs Igazgatóság vezetője elmondta, hogy a program célja a fiatalok felkészítése, ezzel is segítve őket a későbbi elhelyezkedésben. Az új gyakornokok az intézmény különböző igazgatóságain, részlegein tevékenykednek a következő időszakban. A fiatalok különböző szakterületeken, többek között szociológia, tájépítészet, jogi tanulmányok, kulturális turizmus, közgazdaságtan szakon végeztek. A gyakornoki program 5 hónapot tart napi 6 órás munkaprogrammal. A gyakornoki időszak végén pedig a résztvevők bizonylatot kapnak.